Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható ránk Kos jegyében születetteknél március hónapban, különösen ami a párkapcsolatot illeti? Én is a Kos jegyében születtem. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a havi jóslást a szerelemre. A díjam az 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt pedig 10000 forint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Itt a képen látható a Kos jegyének a szimbóluma. A Kos jegye az a tűz eleméhez tartozik, az jelenti a mozgást, a lelkesedést, a szenvedélyeket, a bátorságot. Néha jelenti azt is, hogy türelmetlenek vagyunk, siettetni akarjuk a dolgokat. A Kos jegye felett Mars bolygó uralkodik. Március elején Mars bolygó nincs jó hatással ránk. Lehet, hogy valaki támad bennünket, az is lehet, hogy fáradtak, kimerültek leszünk, nem mennek előre a dolgok, valami blokkol bennünket, de majd úgy március közepétől javul a helyzet, meg lesz a mozgás, a könnyűség, az ötletek, a beszélgetések. Itt látható ez a hölgy, utal ránk nőkre, és ez a férfi jelenti a férfiakat, vagy a lelki társunkat. Mi fűz össze bennünket? Ezt megnézzük ennél a kártyánál, ezt a kártyát is a férjem készítette. Ez a növény, ez egy Regenbaum, ami lefordítva azt jelenthetné, hogy esőfa. Tehát utal az esőre. Ennek van egy szimbolikus jelentése, hiszen tisztázódnak bizonyos dolgok köztünk, rendeződnek. Megvan a tisztító hatása ennek a kártyának. És most megnézzük azt, hogy mi vár ránk, hölgyekre, márciusban. Itt is látható a vita, a félreértés, ahogy érzem a Mars bolygó hatása alatt, hogy ez így március elején tényleg így lesz, de akkor őrizzük meg az egyéniségünket, nem kell alkalmazkodni másokhoz, hanem az a fontos, hogy mutassuk ki a saját személyiségünket, mint ahogy egy cica így csinálná. Hiszen ő sem alkalmazkodik a környezethez, és akkor itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy kerüljük el ezeket a vitákat. Mutassuk ki a saját személyiségünket. Az is lehet, hogy egy hölgy közeledik hozzánk, és nem jó ez a kapcsolat, hiszen itt vannak a félreértések. Az is lehet, hogy támad bennünket ez a hölgy, vagy az is lehet, hogy ez a hölgy valami rosszat mond róla. Lehet, hogy nem is az igazság, hanem a cica azt jelenti, hogy őrizzük meg a saját gondolatainkat, hiszen mi fogunk itt lépéseket tenni, mi fogunk itt választani, és az a fontos, hogy éljük a mi egyéniségünket, a mi fellépésünket, ne azzal foglalkozzunk, hogy mások mit mondanak, hogyan közelednek hozzánk, vagy kerüljük el ezeket a vitákat, inkább irányítsuk a dolgokat egy más irányba, és akkor könnyebb lesz a helyzet. És megnézzük azt, hogy mi van nála, mi lesz nála márciusban.
Itt láthatóak az utak. Ez a férfi útban van hozzánk. Az enyém itt van mellettem, hiszen a férjemről van szó, de nálatok ez azt jelenti, hogy ez a férfi útban van hozzád, sőt, komoly döntéseket fog hozni, lesz csevegés, beszélgetés, könnyűség, és kéz a kézben lesz egy közös életút, hiszen ez a terve. Lesz köztetek kapcsolat. Itt valaki közeledik hozzád, és megpróbál téged elbizonytalanítani. De nem az a fontos, hogy ez a személy mit mond, mert ez zavarja a kapcsolatotokat, hanem inkább az a fontos, hogy bízz meg ebben a férfiben, hiszen majd ő fog döntéseket hozni, közeledik hozzád, keresi veled a kapcsolatot, kéz a kézben lesz egy új irány, és mindenről tudtok beszélni, azon kívül itt az eső azt jelenti, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok, például, hogy ez a személy valószínű, hogy egy nő, hogy milyen rossz indulattal közeledik hozzád, hiszen szeretné elérni azt, hogy ebből ne legyen tartós párkapcsolat. És ez volt a havi jóslás a kos jegyében születetteknél március hónapra. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, ha feljelentkeznél a csatornámra, vagy írd le a véleményedet a kommentárba, azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok nektek egy szép március hónapot, nagyon sok szeretettel, Denderám!